Megújult témával várja az érdeklődőket az Almási Kastély szabaduló szobája. A játék egy valós történelmi esemény dolgoz fel. Az épület pincéjében az 1700-as évek boszorkány pereinek sűrűjébe csöppenhetünk bele. A történet szerint a vármegye előjárói az épület pincéjébe hoztak egy elfogott boszorkányt. Ő az, akiről be kell bizonyítani, hogy boszorkánye, és ha igen, akkor kiderül az is, hogy mit kell tenni vele. A játékot alapvetően 16 éven felülieknek ajánlják, ugyanis a játékos bátorságára is szükség van a feladatok során. Érdemes körbenézni, mindenféle mérgek és boszorkány füvek vannak elrejtve, nem utolsó sorban pedig ott van a boszorkányunk is, aki feltehetőleg mérgesen várja, hogy róla bebizonyítsák, hogy boszorkány-e, avagy nem. Másfelől pedig maga a témája és a hangulata is talán ezt feltételezi, hát egy bátorság próbának sem utolsó. Az új rejték kidolgozásánál több szempontot is figyelembe vettek, a másik szoba feladványához képest mindenképp szerették volna kissé nehezíteni, amely az elmondások alapján sikerült is. Emellett az új játék egy kicsit hosszabb is, persze azoknak nem, akik könnyen veszik a logikai feladatok akadályait. Szerettünk volna egy picit nehezíteni ezen az egész játékon, úgymond. Tehát nem kimondottan szabadulószoba, kicsit ugye, tehát nem kulcsokat kell keresgetni, és igazából logikai megfejtéseket próbáltunk a felnőtteknek megmutatni. Ez ugye 16 pluszos, és azon kívül sokkal időigényesebb, mint a másik. És maga a történet ugye kicsit visszalépít bennünket a múltba, az 1700-as években, és a boszorkányság köré épült az egész, és ugye ebből kicsit visszautaztunk mi is az időbe, és maga a berendezési tárgyakat is próbáltuk a köré fölépíteni. A feladat során saját korlátainkat kell leküzdeni, tanácsolják a múzeum dolgozói. Az itt látható dobozban például fontos tárgyakra bukkanhatunk, ugyanakkor lehetséges, hogy olyan dolog is érinti kezünket, melyre nem számítanánk. A járvány elleni védekezés közben meghozott szabályok miatt a szabadulószoba nem látogatható, a múzeumnál abban bíznak, hogy a látogatók minél hamarabb megismerkedhetnek az új kastélyi kalanddal.